Csütörtök van, és augusztus 2-a a Lehelek és az Alfonzok névnapja. Nekik sok boldogságot, önöknek, mindannyiuknak szép napot kívánok. Hát mi minden lesz a mai műsorban? Jön a kormány szóvivő, itt lesz Fodor Gábor, volt SZDSZ elnök, aki újra pártot alapít. Várjuk ide aztán azt az úriembert is, akit nagyon sok milliárd forint elsibolásával vádoltak. Koltai Gábor, P. Koltai Gábor egészen pontosan, Koltai Róbert fia, a producer, aki szabadon és filmeket készítve ismét dolgozik, és most már nyilatkozik is, úgyhogy 8 óra után ő is itt lesz, és most legelőször is beszélünk az autópiacról és az autópiac ügyes-bőrös dolgairól, mert van abból bőségesen. Jó reggelt kívánok, Fodor úr! Ön a használtautó.hu az egyik legjelentősebb autós portál marketing vezetője, és mindenféle mérőszámaik vannak arra nézve, hogy hogy áll a piac, mit csinálunk mi az autóinkkal, olyanokkal is, amelyeken hitel van, olyanokkal is, amikkel nem. Mennyi autót árul ma a magyar? Egyidejűleg 100 000 jármű hirdetés található meg a használtautó.hu oldalunkon. Az mennyi az olyan 5% a magánkézben lévő autók piacának, vagy még tán kevesebb is? Hasonló nagyságrendben van. Ez egy év alatt többször is megfordul. Átlagosan egy hónapig vannak fönn a hirdetések az oldalon. De aztán újra visszakerülnek, vagy ennél jobban pörög a piac? Ezt mi nem látjuk, csak a hirdetéseket, hogy fölteszik az emberek, leveszik az emberek. És azt látják, hogy ugyanaz a hirdetés kerül-e vissza, ugyanaz a fotó kerül-e vissza újra és újra és újra, és most már egy éve hirdetik azt az autót? Ez nem ennyire gyakori dolog, hogy leveszik a hirdetést és újból fölteszik, mert egy magánszemély a hirdetését fönt hagyhatja hónapokig is, csak meg kell erősítenie, hogy igen, még eladó a járműre. Tehát önmagában nem célszerű frissíteni a hirdetést. Tehát ezek igazándiból valóban új hirdetések, és egy időre körülbelül 100 000 tudunk megjeleníteni az oldalon. Azt látják, hogy hogy lehet eladni az autókat ma? Tehát, hogy mik a hívószavak, mik azok, amikre egyáltalán még rákattint az, akit érdekel egy használt autó? Igen, látjuk az egyes hirdetéseknek a nézettségét, amelyik hirdetésnél több fotó, jobb fotó, részletesebb leírás van, esetleg a jármű történetéről van néhány mondat, hogy ki használta, milyen körülmények között, milyen szervizbe hordták azt a járművet, az nagyon sokat segít, ezt látjuk a statisztikákon is, hogy jóval többen nézik meg, illetve ezeket a hirdetéseket hamarabb veszik le. Önökhöz az esetleges panaszok eljutnak? Tehát, hogy nem volt fair, ami fölkerült, hogy ez az autó ez nem is úgy néz ki, mint ahogy a fotón látszik. Vannak ilyen típusú visszajelzéseik, vagy ez annyira elenyésző lett az évek során, hogy a régen 90-es években arról beszéltünk, hogy minden második autó valami simlében, tehát mire használt piacra került. Most azért ez nem így néz ki, ez önöknél is mérhető? Van is erre egy rendszer, hogy ha valaki a hirdetések között megtévesztőt talál, akkor automatikusan rákattint és tud küldeni egy olyan jelentést, amitől a kollégáim, egy elég komoly csapat foglalkozik ezzel, hogy tisztán tartsa a hirdetéseket, a megfelelő kategóriákba legyenek besorolva, ne legyenek megtévesztő hirdetések, illetve hát a vicces hirdetéseket is sajnos, de ki kell szűrnünk, bár nagyon jó pofákat is. Vannak jó pofák? Vannak, igen. Külön gyűjteni érdemes. Van is nekünk erről, igen, néha Facebookra is fölteszünk, amikor valaki birodalmi lépegetőt hirdet meg például, vagy hasonló. De hát nyilván ez nem a lényeg az, hogy duplikációmentes, tiszta hirdetések legyenek. És akkor ezen tudunk mérni is nagyon sok mindent. Igazából azért hívtuk, mert minthogyha egy dologra elfelejtkeztek volna itt a nagy adósmentés közepette, azokra, akiknek igazából a lakásukon túl vagy amellett van egy másik problémájuk is, hogy ott van egy autó. Egy autó, amit mondjuk nulla kezdővel 10 éves hitelre vettek fel, és negyed annyit ér, mint amennyit fizetnie kell összességében az embernek, hogyha ki akarja fizetni a bankot, a hitelezőt, és szabadulni próbál tőle. Ezeknek az embereknek mennyi esélyük van, hogy a behitelezett és igen magas havi hitelértékű autójukat el tudják adni? Van esélyük, csak alacsonyabb. Ezt a számokból elég jól meg tudtuk nézni, hogy azok a hirdetők... És egy grafikát, ezt a nézők is látják. Igen. Itt azt látjuk, hogy a hitelátvállalással kínált autók száma az elmúlt 2 évben ugrott meg. És még mindig viszonylag magas szinten van. Látszik, hogy még van ezeknek az autóknak utánpótlása. A hitelátvállalással kínált autóknak még a megoszlását is tudjuk időnként nézni. És az látszik, hogy ez főleg magánszemélyeknek a jármű jelenti, és az 1300-1500 köbcentis benzines autók alkotják túlnyomó részt ezeket. Tehát az autókat. Nem is az, amiről hajdanában azt mondták, hogy igazából ezzel lesz a nagy baj, hogy mondjuk márka nélkül, tehát az igazi kis autók, a legolcsóbb autók borzasztó hosszú futamidővel
amikor tényleg kétszer-háromszor annyit kell kifizetni, mint az autó értéke? Tehát inkább a középkategória felé, ahogy az alsó középkategória felé haladunk? Hát azért az 1300-1400 köbcenti, ahol a túlnyomó többsége van, azok még inkább alsó középkategóriás járművek, illetve hát ilyen motorra, most mi csak motor köbcenti szerint elemeztük, de ugye ez benne lehet egy Skoda Octaviában is lehet 1400-as motor, illetve egy nagyon kicsi Suzuki Swiftben is lehet 1400-as, tehát ez azért többféle méretkategóriát is jelenthet. Egy tulajdonosváltásnál a hitelintézetek kedvezőbben állnak hozzá, mint a korábbi tulajdonosa? Most arra gondolok, hogy ugye akkor lehet igazán eladni egy ilyen autót, hogyha van kivel tárgyalni arról, hogy jó, én ezt átveszem és fizetem tovább, de hát ne ilyen feltételekkel, mert ez irreális. Hát, hogyha valaki nem tudja fizetni a havi törlesztést, akkor ezt a bank próbál vele megállapodni különféle kedvezményekkel, és hogyha ez nem történik meg, akkor ugye keres egy vevőt az autójára, és akkor az új vásárlót viszi be a bankhoz. És ugye akkor még az új vevőnek is hitelképesnek kell minősülnie a banki feltételrendszer szerint. Tehát ez nem egy egyszerű történet. Ezért van ennyi kint, és ezért nő folyamatosan talán a számuk, mert nehéz tőlük megszabadulni. Igen, de a probléma gyökere nem is ebben van, hanem abban, hogy miért alakult ki az a helyzet, hogy nulla kezdőszeggel, illetve nulla értéken kínálják ezeket az autókat. Most, amit látunk grafikont, ez a járműveknek az életkor megoszlása, azt mutatja, hogy a 2006-2008-as évjáratú kocsikból van nagy számban hitelátvállalással kínált. Tehát az 1200 jármű, ami pillanatnyilag hitelátvállalással kínálnak, azok ilyen időkorban. Ugye az volt a nagy hitelboom, amikor nagyon olcsó volt a svájci frank, és gyakorlatilag mindenfajta kontroll, vagy szinte minden kontroll nélkül adták a hitelt az autós cégeken keresztül a bankok. Igen, és a grafikonon pontosan az látszik, hogy 2009-ben szigorodtak a banki hitelfelvételek a járművekre, és onnantól már alacsony kezdővel, nagyon hosszú futamidőre nem adtak hitelt. Tudja, mi a meglepő, hogy 10 év feletti autók is vannak hitellel. Az hogy lehet? Ugye ott vannak a 10 éves idősebb autók. Emlékeim szerint 12 éves futamidő is létezett. És ezek még nem futottak ki? Hát, ha csak 10 éves az autó, akkor nem. Hát igen, azoktól nehéz lesz megszabadulni. Mennyi idő alatt fordul meg? Hogy látják? Mennyi idő az nagyjából és átlagosan, amíg egy nem hitelezett autót el lehet adni, és mennyi idő lehet az, amennyi ideig kint kell maradnia egy hiteles kocsinak? A nagy számok alapján 33 nap alatt megfordulnak azok az autók, azaz fölteszik a hirdetést, majd 33 nap múlva letörik, ez az átlag. Ennek a 90-valahány... Ez azt jelenti, hogy el is adják? Igen, ezt mérjük, illetve kérdezzük az ügyfelektől, ez 90-valahány százalékban eladás következménye, hogy leszedik a hirdetést. Ugyanez az érték, hogyha a hitelátvállalással kínálják a járművet, akkor 55 napot mutat. Tehát egy másfélszer hosszabb időszak alatt tudják eladni a hitelátvállalásos autót. De az is igaz, hogy ez a folyamat azért elég rögös lehet az eladó szempontjából nézve. Mert először fölteszi a járművét egy valamilyen kisebb értéken, hiszen még mellette át kell vállalni a hitelt. Majd amikor esetleg azt látja, hogy nincs rá elég érdeklődő és komoly érdeklődő, akkor elkezdi lefele vinni az árat, és nagyon sok esetben leviszi nulláig az árat. Sőt, hát lehetett olyat is olvasni, mert valaki fizet, hogy vigyék el. Igen. Ennek az 1200 járműnek a 60%-át 0 forintért kínálják, tehát csak a hitelt kell átvállalni, és már elvihetni a vevő, és a 10%-át pedig úgy, hogy még rá is fizetne az eladó a vevőnek, csak hogy vigye. Ez ugye abból fakad, amit az elején is említett, hogy a túl hosszú futamidő miatt és az alacsony kezdő miatt ezeknek a járműveknek a adott pillanatnyi értéke, akkor, amikor éppen fizetésképtelenné válik a jármű tulajdonosa, nem ér annyit a jármű, mint amennyivel ő abban a pillanatban még tartozik a banknak. Ez azt jelenti, hogy azt a hitelt, hogy ő visszafizesse, ahhoz neki több pénzre van szüksége, mint amennyit az autója ér. Illetve, és ilyenkor találhat az ember vevőt? Erre így ahogy mondani szokták pestiesen, van veréb? Van. A piac egyensúlyban van minden pillanatban, az árakat addig viszik le ezek az eladók, illetve nullára, illetve még ráfizetéssel kínálják, amíg el nem megy. A tapasztalat az, hogy másfélszer hosszabb idő alatt azért ezek az autók is elmennek. És talán megkönnyebbül a család, vagy akinek fizetnie kellett, hát neki sok jót kívánunk, önöknek jó munkát, a vevőknek pedig sok sikert a vásárláshoz.